Szép estét kívánok! Köszöntöm a lelátó nézőit! Ma esti adásunkban betekintést nyerhetnek a Bajai MMA klub működésébe, majd az év sportolója díjátadó gáláról láthatnak hosszabb összefoglalót. Tartsanak velünk! Kün Gáborral, a Bajai MMA klub vezetőjével beszélgettünk. Az edző beszámolt az elmúlt időszak versenyeiről, illetve bemutatta az egyesület működését. A Bajai MMA klub harcosai sikeres időszakon vannak túl. Stúdióban köszöntjük Kün Gábort, edzőjüket. Szia Gábor! Sziasztok! Kérlek, mesélj az elmúlt időszakról, milyen versenyeken jártatok és milyen eredményekkel zártatok? Hát most az idei évet, ahogy megkezdtük, nagyjából olyan 2-3 hetente szoktunk versenyezni, több versenyszabályban. Idén versenyeztünk grappling versenyszabályokban, klasszikus jiu-jitsu versenyeken vettünk részt, voltunk K1 versenyen, illetve a fő profilunk ugye az MMA. MMA-ban is remek számban értünk el idén eredményeket. Az utolsó, a legeslegutolsó versenyünk az Győrben volt. Ez a 2021-es évnek volt a bajnoki fordulója. Így csoportonként három ember mérettette meg magát ilyen körmérkőzésekben, de 10 fővel mentünk föl. Arányaiba, tehát utolsó helyezés, ugye a három főből, hála Istennek senki nem lett. Több első és második helyezés sikerült összeszednünk ezen a rendezvényen. Előtte héten pedig Kecelen voltunk egy grappling versenyen, ott 5 fővel. Ez egy ilyen kvalifikációs verseny volt a felnőtt magyar bajnokságra, ami majd szeptemberben kerül megrendezésre. Itt is szép számú eredményeket értünk el a srácokkal. Az MMA versenyen, akiket ki tudok emelni, akik tehát a magyar bajnoki döntőt megnyerték, a Kovács Henrik, ő volt az első, akkor a Lakatos Gergő, egy öreg motorosabb versenyzőm, illetve én lettem még első helyezett, ilyen nagyon-nagyon nehéz súlyban, egy 140 kilós ellenféllel, illetve Gerencsér Lajos lett a következő első helyezettünk. A második helyezésekben pedig Pekli Henrik, Tari Tamás, Bazsa Dominik, Illi Ferenc Ádám lett második helyezett. A grappling versenyen pedig Pekli Henrik lett második helyezett, Urbán Zsolt lett első helyezett, Kovács Henrik második helyezett. Ugye különböző súlycsoportokban sorolhatnám még hosszasan a versenyzőket, meg az eredményeiket. Tehát van egy olyan verseny, hogy mondjuk egy rendezvényen több versenyszámban is elindulunk. És akkor légy szíves, mutass be azoknak, akik még nem ismerik ezt a sportágat, az MMA-t, illetve a grapplinget, hogy miről is szól valójában. Gyakorlatilag nálunk úgy van, hogy a klub neve az ugye Bajai MMA klub, ugye nyilván az MMA a fő profilunk, és az MMA-t érezzük úgy a szívügyünknek, hogy abban szoktunk a legtöbbet versenyezni, és akkor a mellette lévő szezonokban, pedig ugye jobban grapplingben, néha-néha egy-egy K1 versenyen szoktunk részt venni. Az MMA az általában, tehát általánosságban ketrecben szokott zajlani. Ez egy kis kesztyű szokott rajtunk lenni, itt lehet ütni, rúgni, dobni, földre vinni, feszíteni, folytani, tehát ez egy komplex küzdelem. A háttérben pedig japán jiu-jitsu alapukon fut a klub, tehát mondjuk, mint vannak Baján is, ugye több karate klub, ugye hasonló ruházatunk van, annyi, hogy itt fel lehet használni ebben a jiu-jitsuban, vagy jiu-jitsuban úgymond a ruhának a fogásával gyakorlatilag tehát a ruha fogását a küzdelmek során. Itt szoktunk övvizsgázni, évente edzőtáborokat tartani, tehát egy ilyen hasonló rendszere van, mint az összes klasszikus japán eredetű arcművészetnek, mint a judónak, karaténak. És ugye ezeket hosszasan sorolhatnám. A grappling pedig ebből fakad, tehát ebből adódik. A grappling egy ilyen abszolút szabadfogású birkózás, tehát a klasszikus birkózáshoz képest, tehát
Itt, hogyha hátunkon fekszünk, akkor ugyanúgy megy tovább a küzdelem, itt lehet lábbal feszíteni, folytani. Tehát nem egy ilyen lebutított verzió, hanem komplex, ami ugye az MMA-hoz szükséges. Itt van ez a klasszikus, teljesen klasszikus kompressziós ruházat, amiben nem lehet értelemszerűen megfogni a ruhát. Itt van a gi használat, a ruhafogás, ahol meg lehet fogni úgymond a ruhánkat a küzdelem során. Illetve a klasszikus K1 szabályrendszerben szoktunk még bunyózni. Ugye azt mindenki ismeri, hogy a boxkesztyűs verziót, amit általában a ringben szoktak megrendezni. És akkor így épül fel az MMA, hogy nálunk a jitsu az, tehát a jiu-jitsu, ami megadja úgymond a közelharchoz, a birkózáshoz, idézőjelbe birkózáshoz a küzdelmekhez az alapokat, illetve hozott állóbunyós tapasztalataimból tartjuk meg ugye az állóbunyós edzést, kicsit ilyen klasszikus Thai box edzés jellegűen. Ebből is adódik ez, hogy rengeteg szabályrendszerben szoktunk küzdeni, tehát nem egy dologra megyünk rá célirányosan, hanem mennek földharc, tehát birkózó versenyekre a srácok, megyünk állóbunyós versenyekre, és amikor persze csak tudjuk, akkor összerakjuk a két stílust, és megyünk be a ketrecbe, és ott is küzdünk. Ami nagy szó talán Magyarországon, hogy nekünk van ketrecünk, nagyjából egy vagy két ketrec van Magyarországon. Az egyik a szövetségi, a másik pedig a miénk. Ez itt van a székhelyünkön, ez egy hatalmas nagy ilyen monstrum szerkezet. Rengeteg fémből, vastag tatamiból párnázott ketrec, ezeket visszük a rendezvényeinkre, ezekben szoktunk nyáron szabadtéren edzeni, tehát ez a klub székhelyének a hátsó udvarában van felállítva, egy 8x8-as ketrec, kényelmesen egy ilyen 35-40 fő elfér benne. És akkor itt tartjátok mindig az edzéseiteket? Nyáron igen, hogyha nem esik az eső, egyébként meg bemegyünk, nekünk egy kis edzőtermünk van, egészen picike ilyen 70 négyzetméter. Télen azt is szoktam mondani, hogy ugye nagyjából olyan 20-30 fő szokott télen egyszerre edzeni. Váltakozva váltjuk egymást, úgy kell megírni az edzésprogramot, hogy kényelmesen el tudjon férni ez a rengeteg ember. Télen azt szoktam mondani, hogy ha valaki elmegy véletlen, akkor tud beiratkozni egy új ember. Nyáron ugye jobban elférünk, tehát jobban tudunk mocorogni. És akkor itt is ugye van ugye a klasszikus ütőrúgós edzésünk, a földharc edzésünk, az övvizsga felkészülésünk, most is augusztus első hetében lesz az edzőtáborunk. Ez egy 10 alkalmas edzőtábor, kedd este kezdődik, szombat délután este fele ér véget. Ilyenkor szoktunk hívni vendégedzőket. Most is nálunk egy magas szintű brazil jitsus, egy ilyen földharc stílusú srác van nálunk, egy németországi edző. Ő több komoly világsztárral edzett együtt, és több komoly sportolónak volt a tímjébe benne, tehát ilyen amerikai bunyósoknak a tímjébe, ilyen úgymond ilyen földharc edzőként, meg edzőtársként. Most egy hónapig ő tart nekünk edzéseket, úgyhogy ki is használjuk, amíg itt van. Ez a brazil jitsu, ez is elengedhetetlen az MMA-hoz, a grapplinghez. Itt nincs ütésrúgás, csak földharc. Tehát ők a legügyesebbek ahhoz, amire úgymond nekünk van szükség. És nálatok a klub az mióta van a Bajai Klub, és körülbelül hány versenyzőtök van jelenleg? Ez egy érdekes történet, mi 12 éve vagyunk jelen, ilyen 6-7 fővel edzettünk évekig, tehát hosszú, nagyon hosszú évekig. Nekem az a magom még megvan, tehát ez az öreg kemény mag az még megvan. És olyan körülbelül 5 évnek ezelőtt kezdett nagyon sok mindenki keresni minket, és olyan 5 év alatt, tehát az elmúlt 5 évet mondom csak, előtte is versenyeztünk, én is versenyeztem, mai napig versenyzek, meg a srácok is. Olyan össztaglétszámban olyan 60 fő, aki ide évben jelentkezett hozzánk edzésre, tehát aki eljárt edzésre. Aki csak egyszer-kétszer volt, azokat nyilván nem számoljuk bele, de olyan váltakozóan most edzőtábor övvizsgán is például 20-25 fő lesz jelen. Edzésenként olyan 15-20 fő van nálunk, és ezek mind felnőtt, fiatal felnőtt, idősebb felnőttek.
Tehát ez ritka. Általában mindenki gyerekekkel tölti meg az edzőtermét. Én egyenlőre még nem gondolkozom ebben. Nagyon jó visszajelzéseket kaptam már, de szeretnék egyébként majd a jövőben gyerekekkel is nyilvánvalóan foglalkozni, de nagyon sok felnőtt jelentkezik hozzánk. Olyan 15-25 fő van egy edzésem, 60 fő körülbelül, aki az összlétszám. És mire készültök, lesz a közeljövőben versenyetek? Hát igen, hogyha minden jól megy. Esetleg hazai verseny, amire az érdeklődők ki tudnak? Hazai verseny, most jövő héten Lajos Mizsén fogunk egyet bunyózni, K1-ben. Egyeztetés alatt van még mindent, természetesen az utolsó percben szoktunk intézni általában. Egy ellenfélre várunk még, és akkor dől el, hogy 2 vagy 3 srácot tudok vinni egy ilyen esti félprofi gálára Lajos Mizsére. Ez jövő héten lesz, szombaton, illetve tervben vannak saját rendezvények. Ugye tavaly csináltunk egy nagyobb jótékonyságét, 2 kisebb jótékonysági rendezvény, de a Ketrecnek a szezon zárását egy valami kis jótékonysági házi bajnoksággal, pofonpartival, vagy valami komolyabb hírességet meghívunk, egy jó edzőt, és akkor velük esetleg fogunk közösen tartani valami jótékonyságot. Tehát vannak tervek, vannak ötletek. Ez nyilvánvalóan majd a jelenlegi helyzettől is függ, hogy hogyan tudunk a közeljövőben rendezvényekre menni, meg milyen meghívásokat kapunk. Ugye most jelen pillanatban nemzetközi versenyekre is rengeteget megyünk. Tehát Szlovákiában nincs olyan hét, hogy ne hívnának. És ez jónak számít egyébként, tehát hogy ilyen nemzetköziben is több szervezet keres bennünket. Pedig azért Baja egy pici város, úgymond. Nagyon nagy csapatunk van, a tél az nagyon erős, tehát nálunk a tél az nagyon erős szokott lenni. Látják is, hogy rengetegen vagyunk, és mindig azért próbálnak csipegetni a srácaimból, hogy most kellene egy nehéz súlyú. Ugye nehéz súlyúak azok mindig adottak, tehát nehéz súlyú srácok mindig vannak. Kisebb srácok, tehát minden súlyba tudok adni versenyzőt most így jelen pillanatban. További sok sikert kívánunk köszönjük az elkövetkezendő szépen. Versenyekhez, és köszönjük szépen, hogy itt voltál. Köszönjük, mi is örülünk, hogy itt láttunk, hogy itt láttam. Május 31-én, kedden délután a Városháza dísztermében köszöntötték Baja város kiemelkedő sportolóit. A díjazottak a tavalyi évben elért sikerek miatt vehettek át kitüntetéseket. A díjátadón köszöntötték az év sportolóját is. Idén ismét elmaradt a sportbál, amelyen már 15 éve a bajaiak sporteredményeit ünneplik a résztvevők. Ezen a rendezvényen hagyományosan díjazni szokták az elmúlt év kiemelkedő bajai sportolóit. Azonban a szervezők azt nem szerették volna, hogy a meghiúsult esemény kapcsán a díjak és az elismerések átadása is elmaradjon. Május 31-én, kedden, kora délután a Városháza dísztermében 25 érmet és emlékplakettet osztottak ki. Radnóti Miklós, az esemény szervezőjét kérdeztük a díjátadóról. Azt gondolom, hogy elmaradt ugyan a sportbál, de mindig ezek a visszajelzések kárpótolnak, ugye a díjátadás alkalmával azok a mosolygó szemek, azok az elismerő tekintetek egymás iránt, amit így a városnak adnak ezek a sportolók, és most valamit kaphatnak is vissza. Ez szerintem feletteti azokat a negatív dolgokat, amik esetleg egy elmaradt esemény miatt előjöhetnek az emberbe. Azt gondolom, hogy azok, akik jelölteket küldtek számomra, és kialakult egy olyan 25 fős díjazott csapat, akik ma elismerésben részesültek, azok meg is megérdemlik azokat a kis érmeket és kis plaketteket, amiket átvehettek ma itt a Városházán. Bízom benne, és amit a mondani valóm utolsó gondolatai közt említettem, hogy kellenek azok a plusz motivációs és inspirációs dolgok, amik így tovább lendítik a nehézségeken ezeket a fiatalokat, annak érdekében, hogy Baja város hírnevét erősítsék, a sportágukat népszerűsítsék, és annak érdekében, hogy olyan személyiségjegyeket szívjanak magukba, amit vallom az első perctől kezdve, hogy a sporton kívül nem nagyon adhat más.
azt gondolom, hogy ez ma megvalósult. A szervező hozzátette, a sport számos esetben tud formálni, és kifejtette, hogy mi szükséges egy fiatalnak ahhoz, hogy szép eredményeket érjen el. Mindenképpen kitartásra, egy adag szerencsére, természetesen olyan együttállásokra, ami akár jelenthet a támogatás, a szakmai vezetés, az edzői munka, a szülői támogatás, az iskolák részéről egy támogatottságot, hogy elfogadják, hogy egy ilyen sportolónak igenis vannak mondjuk hiányzásai, de ez egyébként azt gondolom, hogy Baja városában rendben zajlanak, és hát azt gondolom, hogy a szerencse és kitartás mellett olyan hozzáállás, ami mindenképpen arra sarkalja majd őket, hogy eredményesek legyenek, és tudjuk azt mondani valamennyiüknek, hogy hajrá Baja. Szeretnétek-e jövőre visszatérni az eddig megszokott sportbálos átadóhoz? Én azt gondolom, hogy 15 éve nem vagyok ellene, hiszen a 2007-ben indítottam ezt útjára. 2023-ban én bízom abban, hogy meg tudom szervezni, és meg tud valósulni. Az eredmények én azt gondolom, hogy lesznek jövőre is. Lehet, hogy egy picit más gondolatokkal is lehet ezt ötvözni, akár a díjátadást is. Idén ugye sajnos nem adtunk át életműdíjat, sportéletműdíjat. Jövőre erre is lehet majd újból gondolni a valódi díjátadáson, vagy a sportbálon valódi díjátadáson, de én azt szeretném, hogy továbbra is legyen egy olyan este, amikor együtt ünnepeljük a bajai sportot. Hajdú Miklós alpolgármester köszöntötte a megjelent sportolókat, edzőket, hozzátartozókat. Alpolgármester úr arra biztatta a jelenlévőket, hogy az eredményeiket az említésen és az elismerésen túl ünnepeljék is meg. Büszkeségét fejezte ki, hogy városunkban remek szakvezetők, edzők segítségével és erősen támogató szülői háttérrel nagyszerű eredményeket tudtak elérni sportolóink. A fiatal sportolók célja a legmagasabb szintig eljutni, ezért is dolgoznak nap, mint nap. Hogyha beszéltek minden sportoló nevében, akkor a legnagyobb célom az, hogy olimpikon legyek, de ez egy nagyon messzi cél még. Az év sportolója díjat is odaítélték a szervezők. Ezúttal nem okozott nagy meglepetést, hogy az olimpikon és immár a profik között bizonyító ökölvívó Gálos Roland lett a legjobb. A bajai boxoló példaként állhat minden fiatal előtt, hogy kemény felkészüléssel elérheti egy sportoló az álmait. Én nekem ez nagyon megtiszteltetés. Én nagyon örülök, hogy engem választottak meg az év sportolójának, úgyhogy ez nekem ez egy nagyon nagy boldogság. Mesélj, aki nem ismer az eredményeiről, hogy tavaly évben milyen versenyeken szerepeltél és milyen helyezéseket értél el? Hát évelején szerepeltem a Bocska István emlékversenyen, ahol ezüstéremmel zártam, ez egy világverseny volt, és hát utána még részt vettem ilyen kisebb nemzetközi versenyeken, és utána hát következett az olimpia, ott sajnos egy kazasztáni sráccal kezdtem. Sajnos ott szenvedtem egy bordasérülést is, úgyhogy ott sajnos egy gumpontozással kikaptam az első meccsemen. Említette itt a Miki, hogy ő profinak álltál. Mik a terveid, a céljaid a profi karrier során? Hát nekem volt egy gyerekkori álmom amatőrként, hogy kijussak az olimpiára. Ez teljesült, és volt még egy, hogy profi világbajnok szeretnék lenni, úgyhogy az a másik álmom, úgyhogy most volt az első mérkőzésem április 29-én, ott egyhangú pontozással nyertem egy moldáv srác ellen, és hát még ebben az évben úgy tűnik, hogy még lesz még két vagy három mérkőzésem, és ezt azokat is meg szeretném nyerni, és utána meg egy világbajnoki címet majd szeretnék majd boxolni. Nem a három meccs után, hanem azért majd ranglétrákon azért szeretnék majd minél följebb jutni, és akkor utána, hogy elérek, akkor egy címet azért szeretnék hozni majd. A megjelenteket a díjátadó után állófogadással is köszöntötték. Radnóti Miklós bízik benne, hogy 2023-ban meg tudja szervezni ismét a sportbálat, és továbbra is lesz egy olyan este, ahol együtt ünneplik a bajai sportot. Nézőinknek köszönöm a figyelmet. Friss lelátóval két hét múlva jelentkezünk. Tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!